A hétvégén Magyarország szerte összesen 13.162 hatássértőt fogtak el a rendőrök. Ezúttal is Röszke külterületéről állították elő a legtöbb embert, többségük szír, afgán és pakisztáni állampolgárnak vallotta magát. A településről vonattal szállítják el a migránsokat, Vámosszabadiba viszik őket. A vasútállomáson várakozó 20 kocsiból álló szerelvény fél tízkor félig volt, de folyamatosan érkeztek a buszok a határnál lévő gyűjtőpontról és a két idegenrendészeti előállító helyről. A migránsok nyugodtan várták a vonat indulását, noha nem tudták, mi a szerelvény úti célja. Budapesten a keleti pályaudvarnál több mint 100 migráns várakozott a következő vonatra. Minden órában egy vonat Hegyeshalomra, egy pedig Győrbe indult. A vonatokra mindenkit felengedtek, aki érvényes jeggyel rendelkezett. A délelőtt folyamán több mint 1000 bevándorló távozhatott nyugatra. Hegyeshalomra az éjjel és reggel folyamatosan érkeztek a migránsok vonattal, hogy tovább induljanak gyaloga a határ osztrák oldalán található Nikelsdorfba. Magyarország déli határán óriási rohamra számítanak a magyar BTK szigorítások életbe léptetése előtt. Erre a hatóságok is készülnek. Vasárnap riadóztatták a fegyveres erőket, felgyorsították a 4 méteres vasfüggöny építését a határon. Röszkénél sisakos, gépfegyveres katonák vannak ott, ahol már elkészült a déli határ menti kerítés, és sok a rohamrendőr is. Hétfő éjféltől bűncselekménynek számít a szerb-magyar határzár tiltott átlépése, a határzár megrongálása és a határzárral kapcsolatos építési munka megakadályozása is. Gyakorlatilag minden egyes ember ellen büntetőeljárás indulhat, aki a kerítésen keresztül valahogy átmegy Magyarországra. A kijelölt határátkelő helyeken továbbra is legálisan lehet belépni az állam területére. Az országos rendőrfőkapitányság adatai szerint egyébként az idén már több mint 190 000 migráns érkezett Magyarországra.